A mai videóban ismét megmutatom nektek, hogy mit kaptam tőletek. Ha érdekel titeket, ha van kedvetek velem bontogatni, nézelődni, akkor tartsatok velem. De mielőtt belekezdünk, iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok ezt a videót, kérlek, mert az nekem nagy segítség. Köszönöm! Na hát ez már a harmadik rész, amit kaptam tőletek sorozatban, csináltam lejátszási listát ennek is, úgyhogy meg tudjátok egymás után őket nézni, hogyha esetleg érdekel titeket, és majd a többit is ide fogom rakni, mert gondolom lesz még ilyen videóm. Lényeg az, hogy ismét kaptam tőletek több csomagot, és megint egy kupacot összevártam, és akkor most megint megmutatom nektek, hogy miket. Nagyon köszönöm ezúttal is mindenkinek, aki gondolt rám, és másokra is, ugyanis ezeket általában nem csak magamnak küldik, tehát nem csak nekem, saját felhasználásomra, hanem azért is, mert ugye én rendszeresen adományozok, biztos láttátok már a karácsonyi adományozós videómat is, amit a többi youtuber Csajszival csináltunk, azóta is egyébként ettől függetlenül karácsonytól függetlenül is folyamatosan én küldözgetem ki az e-maileket és az ajándékokat, és igen, tudom, még mindig van, akinek nem válaszoltam, de higgyetek el, rengeteg e-mailt kaptam, úgyhogy még mindig lesz, aki ezután kerül sorra. De lényeg az, hogy ilyenkor általában a nézők, más youtuberek, ismerőseim, tanulóim, barátaim, stb. Szoktak nekem időnként csomagokat küldeni, azért is, hogy ami nem kell belőle, azt juttassuk el olyan helyre, aki jobban fel tudja használni, akinek esetleg nincs pénze, nincs lehetősége most sminkre költeni, de akár önmagát szeretni, akár a sminkes szakmát szeretni elkezdeni, és nekik nagyon-nagyon nagy segítség. A másik oka meg az, hogy engem is néha meg szeretnétek lepni, és én ennek nagyon örülök, nagyon hálás vagyok érte, köszönöm szépen, úgyhogy igen, ja. Szerintem akkor csapjunk is bele, nézzük meg, hogy miket küldtetek legutóbb. Na hát ezzel a csomaggal kezdem, amit még ki se bontottam, ezt most kaptam kézhez, nem olyan régen, és ez a legfrissebb, viszont azért kezdem ezzel, mert ebben olyan dolog van, amiről már videót is fogok mindjárt készíteni a napokban, és hamarosan kint is lesz. Ezt a csomagot Lettától kaptam. Lett a Szabó YouTube csatorna, már sokszor linkeltem be nektek, mindenképpen keressetek rá, nézzétek meg. Úristen, ez a gondos becsomagolás, meg a gyöngybetűk, amivel ír, meg hát úristen, a smink kollekciós videóit, ha már láttátok, akkor tudhatjátok, hogy iszonyat rendszerető. Jaj, kaptam egy levelet, de cuki, izgalmas. Ezt majd mindjárt el is olvasom, de nézzük meg, hogy mi van a csomagban. Már nem azért, mint hogyha nem érdekelne, hogy mit írt volna, csak gondolom titeket jobban érdekel, hogy mit jelent a csomag. Na, ebben is van olyan, amit kifejezetten nekem szánt, és van olyan, amit viszont adományba küldött, és meg is mutatom gyorsan, hogy mi az, amit nekem szánt. Hát tudjátok, már láthattátok, hogy a Pink Pandáron megrendeltem én is a Revolution Pro Marilyn kollekciójából egy-két darabot, és amikor ezt meglátta Letta, akkor képzeljétek el, írt nekem, hogy elküldheti-e ezt a lipstick szettet, vagyis hát ez egy liner és lipstick, egy szájceruza és lipstick, ó, oh, jaj. Mert hogy akkor így teljesebb lesz a kollekcióm, és a videót így akkor jobban meg tudom csinálni. Úgyhogy én nagyon meghatódtam, és nagyon köszönöm ezúton is Lettának. Egyébként ő is csinált erről a kollekcióról videót. Még az is lehet, hogy kibírtam volna, hogy végül ne vásároljam meg, hogyha ő nem csinálja meg a videót. Na, hát itt egy rúzs. Gyönyörűségesség, úristen! Nagyon... látjátok, milyen csillám van rajta? Főleg, hogyha úgy tartanám, hogy lássátok, igaz? Ott azokat a csillámokat látjátok. Hát én ezt nem is esett le, hogy ez ilyen, nem tudom, valahol én erről lemaradtam. Gyönyörű, szép. Pak! Na jó, abba hagytam. Másnak is milyen fétise, aki imádja a pak rúzsokat. Mágneses. És egy ceruza. Na, így igen, kicsavarható, csak reméltem, hogy nem teszem tönkre. Így. Ez meg ilyen. Egy nude lipstick set igazából. Ó, nagyon szépen köszönöm, tényleg. Na, ezt visszacsomagoljuk, és nézzük, mi van még itt. Ó, ennek azért örülök nagyon-nagyon, egy Dior alapozó minta, hogyha jól látom.
Igen, foundation. Mert hogy ugye tudjátok, csinálom az alapozó csaták tesztjét, és igazából így akkor ezt is bele tudjuk venni a high-endek közé. Na, ennek nagyon-nagyon örülök. Ezt pedig képzétek el, nekem szánta eredetileg látta, de aztán a glamour napokon én is megvettem. Úgyhogy most ez itt van, úgyhogy nincsen gazdája, majd fogunk neki találni természetesen. Ez így akkor adományozásba fog kerülni. Ez a gyönyörűségességességesség. Látjátok, milyen csodálatos kis aranybár. Nagyon szép. Aztán van itt két Miami eyeshadow. Ezek ilyen monók, csillámosak, mint látjátok. Úristen, imádom. Akkor már nézzünk is bele az egyikbe. Hát nem dönölő. Na, jól nézzünk bele a másikba is. Jaj. Istenem, de gyönyörű. Nagyon szépek. És még egy Essence paletta, a Water. Ebből nekem megvan az Earth, úgyhogy lehetne csinálni ebből is videót. Ebből azonnal kiszúrtam, hogy itt van egy szín, ami ilyen színjátos. Ezt imádom, ezt nagyon-nagyon-nagyon imádom. Jaj. Jaj, nekünk, gyerekek. De csodálatosság. Nagyon szép. A következő dobozt Ági küldte, aki szokott nekem rendszeresen egyébként, és én nagyon-nagyon hálás vagyok neki. Igazából a YouTube kapcsán ismerkedtünk meg, és azóta elég rendszeresen váltogatjuk a leveleket, és megint küldött nekem egy csomagot. Nézzétek el nekem, kérlek, hogy borzalmas kupi van benne, ugyanis sajnos ezt miután kinyitottam, Bence is megtalálta, és úgy kellett elvennem tőle a dolgokat, amikkel elrohant, de szerencsére épségben maradt minden, viszont így egy kicsit méltatlanul kupi lett itt, ne haragudjatok. De mindjárt majd megigazítom, és megmutatom, hogy mik vannak benne. Ezt a csomagot is egyébként úgy kaptam, hogy amit szeretnék, tartsak meg, amit nem szeretnék, azt meg küldjem adományba. Na ezt itt, jaj, ezt lehet, hogy megtartom, mert egyrészt nagyon-nagyon-nagyon tetszik ez a kis szütyőke, minek hívják, ez neszeszer, nagyon tetszik a mintája is, az is, hogy mekkora, mert ez pont ilyen utazáshoz, táskába, a partihoz, hogy legyen nálad valami, esetleg ha frissíteni szeretnél, és tök jó kis ecsetek vannak benne, ez nekem nagyon tetszik, igaz, hogy applikátort mondjuk pont nem használok, de lehet, hogy kicserélem azt egy más. Vagy még nem tudom, ennek nem döntöttem el a sorsát, az is tetszik, hogy ilyen fa, meg ez ilyen vészesetre, vagy tényleg utazáshoz egy tök jó kis szett, úgyhogy még ezt nem döntöttem el, hogy mi lesz vele, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, hát nem gyönyörű ez a csomagolás, úristen, és hát ez a neszeszer, jaj, nagyon tetszik. Aztán vannak itt minták, parfüm minták, illetve szérum is. Jaj, a Garnier-nek a bőrápolási dolgait egyébként is szeretem, úgyhogy ezt nagyon szívesen kipróbálom. Meg hát Woman's Secret dolgom egyetlen egy pizsim volt eddig, semmi más, úgyhogy ezt is majd mindenképpen megszaglászom. Aztán van itt olyan, amit én kaptam. Van itt egy Urban Decay-es dobozka. Hát ez a doboz már önmagában is nekem érték. Az Urban Decay ugye nagy mániám, és hát az ilyen dobozok meg sminktárolásra mindig jól jönnek. Úgyhogy már ennek is nagyon-nagyon örülök. Ebben van egy Urban Decay Makeup Setting Spray, ezt ugye, az az igazság, hogy ezt még nem próbáltam, az All Nighter-t ismerem, ezt még nem, de majd kipróbáljuk. Van benne egy gyönyörű rúzs, gyönyörűség, szokásos Urban Decay felirat, logó, olyan szép az egész, Bad Blood, rossz vér. És egy primer potion is van itt, hát én ugye ezt használom rendszeresen állandóan, igaz, hogy a Minor Sinálnálatot most még, amíg ki nem fogy, de milyen szép már ez a doboz is, nem? Úristen, ezt így visszazárjuk, ezt a kincses ládát ide szépen. Aztán van ebben egy zacskó tele apróságokkal, mármint nem értékét tekintve, opp, egy porcita, hanem méretét tekintve. Ezt ide kijöntöm óvatosan. És akkor átnézzük. Na, hát itt egy gyönyörű, szép ilyen irizáló lak, nem tudom, ez mennyire látjátok. Ilyen kis, jaj, le ne csöppentsem.
Jó, inkább visszazárom, szóval ilyen kis csillogó szemcsék vannak benne. Aztán egy Essence Plumping Lipstick, Cool Collagen. Mostanában az ilyesmikre nagyon rá vagyok egyébként kattanva, a videóimon is egyre többször láthattatok ilyen hasonló jellegű rúzsokat használni engem. Aztán van itt egy Lancôme alapozó minta, aminek nagyon-nagyon örülök, hiszen ugye tudjátok, most indul majd az alapozók csatája. Úristen, ennek de jó illata van, ilyen parfüm illata van. Egyébként ez nem biztos, hogy mindenkinek nagyon jó, az érzékeny bőrűeknek, de egyébként nagyon jó illata van, kíváncsi vagyok erre is. És az ilyen alapozó mintáknak nagyon-nagyon-nagyon örülök, mert ugye az alapozók csatájában azokat is akkor ki tudjuk próbálni. Azért nyilván egy Lancôme-ot is megvenni, meg minden mást is. Hú, azért nem egyszerű. Maybelline Face Studio Strobing Stick Illuminating Highlighter. Hát ez az ilyesmi, az nyilván nagyon-nagyon gyengém. Maybelline-nál mostanában nem... de szép. Jaj, Ági, hát ezt... Jaj. Maybelline-nál mostanában nem foglalkoztam. Képzeljétek el, középiskolában az egyik kedvenc márkám volt, a Maybelline alapozót használtam nagyon-nagyon sokáig, viszont évek óta nem próbálkoztam újra vele, úgyhogy lehet, hogy ideje lenne. Aztán van itt egy Avon szempillaspirál, ez biztos, hogy el fogom adományba ajándékozni, mert az ilyen fejűeket annyira én nem szeretem, de nagyon-nagyon jó helye lesz valaki másnál. És aztán van itt még egy Lavera, ez bio, organik, ilyen crayon, lip crayon, de szép, jesszus. Ez is nagyon szép. Úristen, hát én imádom ezeket a kincseket bontogatni egyébként. Nagyon köszönöm, tényleg. Nem tudom elégszer elmondani, hogy mennyire köszönöm. És egyébként még akkor is nagyon-nagyon hasznos, és köszönöm, hogyha lesz olyan, amiről csinálok videót, aztán eladományozom, lesz, amit eleve eladományozok, de annyira örülök annak is, mikor ezek jó helyre kerülnek, és tudtam ebben segíteni, meg valaki nagyon boldog lesz tőle. Ez a Bio Organic Lavera Natur Kozmetikumnak egy palettája. Azért is örülök egyébként, mikor ilyesmiket küldetek, mert hát nyilván mindenki örül annak a kap ajándékot, de azért is nagyon örülök, mert akkor nagyobb eséllyel tudok, van ez a sorozatom, amiben egy márkát fogok mindig használni, itt közben egy Mislin highlighter, szóval indítottam egy sorozatot, amiben mindig egy márkát fogok használni az elejétől a végéig a sminkemhez, és ezt könnyen megvalósítani, hogyha így egy-egy dolog valami már összegyűlik, és nem kell mindent megvennem egy márkából. Úristen, ez is milyen szép. Ez a Mislin, nem tudom, hogy ti tudtok-e róla valamit, ez ugye a Müller saját márkás sminke, viszont egyre kisebb polc meg van, ahol nincs is már, vagy ki van árusítva az egész, hogy ez megszűnik, vagy mi lesz ezzel a Mislinnel? Valakinek van információja? De ez szép. Ugye? Aztán ez viszont, ja Istenem, ezen olyan jót mosolyogtam, ez ilyen szívmelengető ajándék nagyon. Ugyanis tudjátok, hogy nekem van egy másfél éves, hát most már kicsit több, mint másfél éves kisfiam, és ez a könyv a cirkuszigazgató mindennapjai anyaság rocks. Hát ezt mindenképpen el fogom olvasni, mert hogy ez abszolút... rólam szól valószínűleg. Ez egy nagyon személyes, nagyon különleges ajándék. Köszönöm szépen, Ági. Fú, aztán ide nézzetek, mi van itt. Ez egy Benefit Brow Pencil. Warm Light Brown, ez csak annyiból nem lesz jó nekem konkrétan, mert nekem ez világos, úgyhogy ez biztos, hogy adományba megy, de hol van a pencil, várjatok? Aztán vannak itt még ecsetek, mindenféle. Ez a Kabuki, ez teljesen olyan, mint a Catherine Earl is, ez egy Ducolor ecset, viszont ezt, jaj, ne kenjem össze, ezt nagyon-nagyon-nagyon imádom alapozáson, nekem ez a kedvencem, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagyon jól fog valakinek jönni, hát nekem most ebből van több, de mindenképpen, még az is lehet, hogy a sminksúlyba megtartom, de lehet, hogy felmérem a helyzetet, és inkább odaadom valakinek ajándékba, meg hát itt van több más ecset is, de jó. Na, ilyet még nem használtam. Ez nagyon érdekes. Tök jó.
Aztán van itt egy héliadé masszázsolaj, narancsos jojoba olajjal és barackmagolajjal. Ez ugye magyar márka, most pont elkezdtem használni, emlékeztek a beauty, Glamour Beauty Boxban volt ez a Botanic Concept ráncszalanító szérum, és én ezt nagyon szeretem. Úgyhogy én most kezdtem el ismerkedni a héliadével. Na mindegy. Itt pedig van két Estée Lauder, egy ilyen eye, minek hívják ezt, szérum, végül is ilyen treatment, nem tudom, az a baj, hogy nem látom a pontos nevét, de lényeg az, hogy szemkörnyék, ápoló, kezelő, valamicsoda. Egy ilyen minta. Oh. Ja, Istenem, hát én már nagyon ápolt leszek. Milyen kis szép, nem a doboza. Estée Lauder Double Wear alapozót egyébként most kezdtem el tesztelgetni, úgyhogy nem is baj, hogy lett hozzá legalább egy kis ápolás is. Szuper jó kis minták. Aztán képzeljétek el, hogy van itt egy pár avonos dolog, volt ott már egy szempilla spirál is, de ez annyiból érdekes így most esett le számomra, hogy mostanában kaptam, sőt, kaptam már egy palettát is, avonosat, és most már az is lehet, hogy akkor lehetne lassan csinálni egy avonos videót is, nem tudom, hogy ez titeket mennyire érdekelne. Ez egy 16 órás tartóságot ígérő shadow stick. Az igen. Ezt sose próbáltam még ilyet. Avont is körülbelül középiskolában használtam utoljára. Nem igaz, mert a bronzosító golyóit azt később is használtam, mert azt szerettem mindig is. Szerintem azt mai napig szeretném, bár most elég régóta nem volt már olyan a tulajdonomban. Ó, milyen kis szépek. Szóval nem tudom, hogy az Avon hova fejlődött jelenleg, nem tudom, hogy titeket érdekel, leírjátok meg kommentben, hogy tesztelgessük le ezeket a termékeket, vagy sem. Hát már sokat eladományoztam azok közül, ami... de szép! Jaj, de szép a csomagolás, látjátok? Ilyen színetmenetes. Szóval sokat elajándékoztam. Ne, ez kék! Kék szempillesbre, nem is láttam. De jó, na ezt ki kell próbálni. Szóval sokat elajándékoztam, hogy befejezzem végre a mondatomat, ne ragudjatok, hogy itt csapongok. Azokból, amiket kaptam, ugye adományba, de most esett le, hogy ezt akár lehetett volna csinálni egy eyeliner. Hát ennek milyen jó színe van. Lilás, kékes, szürkés, rózsaszínes, minden is. Lehetett volna egy Avon márkás videót is csinálni. És akkor a végére még két dolog maradt a kezemben. Ez egy waterproof topcoat, a Lovelita Extra Lasting topcoat. Ezt mindenképp ki kell próbálni, mert kíváncsi vagyok, hogy használ-e valamit. Illetve itt van egy gyönyörűség, egy MAC Mono Eyeshadow. Na, hova kenjem még? Pár gyönyörű, meg hát ki nem örül a MAC-nek. De meghez képest ez elég porolós. De azért szép. El lehetett kenni. Azért szép. Na hát, ezt a csomagot is nagyon köszönöm Áginak ezúton is még egyszer. Aztán van itt egy olyan doboz, amit szintén Lettától, Letta Szabó YouTube csatorna kaptam, ezt én már kicsomagolgattam, és ezt még korábban küldte nekem, mielőtt kiderült volna, hogy a Marilyn Monroe-t is elküldi, de ezeket is megmutatom nektek. Ez egy arcápolós, vagyis egy arcápolós, beszélek itt hülyeségeket, arclemosós, arctisztítós kis csomag, tök jó kis szütyőben. Ez biztos, hogy el fogom ajándékozni, mert én nagyon vásároltam magam mostanában ilyenekkel, mert amúgy nagyon szeretem. Nekem most sok pimpandás nagy pamacsom van. Aztán itt is van ecset. Jaj, ez ilyen tök jó kis kontúrozós ecset, ez tök jó. Aztán itt van az a két NAM rúzs és ceruza, amit ha nem tévedek a Mystery Bag-ben kaphatott, valószínűleg látta is, mert pont ugyanezeket kaptam én is. Jaj, ez be van nagyon gondosan még csomagolva. Viszont nekem egyébként szimpatikus volt a színe is. Lehet, hogy le kéne törölni a kezemet. Nyárra szerintem tök jó ez a kis ilyen kicsikét narancsos élénk rúzs. Viszont nekem is van egy ilyenem, úgyhogy biztos, hogy ezt el fogom ajándékozni. A sajátomat még azért nem ajándékoztam el,
mert egyrészt lehet, hogy be is fog válni, másrészt meg majd kíváncsi lennék, hogy mikor lesz a Pink Panda rendesen elérhető, most már azért láttam, ó, Istenem, hát ez milyen brutál gyönyörű. Már nézem, majd nekem ugyanilyen nem van-e. Ugyanez a szín, ez egy eyeliner, és ugye olyan a vége, hogy hegyezős. Jaj, ez nekem nagyon tetszik egyébként. Szóval, hogyha lesz a Pink Pandán rendesen majd nem termék, akkor majd mindenképpen, ugye most már két mystery bag-et is azzal töltöttek meg, vagy hármat, úgyhogy akkor majd mindenképpen tesztelünk. Ilyen Vibó szettem nekem is van kétféle, ez ugye egy, hát most ezt lehet, hogy nem bontogatom ki, mert olyan szépen be van ez is, szerintem az érintetlen csomagolva, van benne egy ceruza, meg egy rúzs is. Na, ez a Catrice HD Liquid Coverage viszont az is lehet, hogy jól fog nekem jönni, mert az alapozók csatájához vettem, de szerintem rossz árnyalatot. Én nem is értem, hogy már a neve alapján se lehetett jó, szerintem válogatás közben véletlenül úgy maradt. Úgyhogy lehet, hogy pont ez viszont jó lenne. Aztán van itt egy Lovely Liquid Camouflage Conceal and Contour. Ez is ilyen hatalmas, nagy applikátoros korrektor. Ezt még sosem próbáltam. Van itt pár monoshadow, ezek Makeup Obsession-ök, hogyha nem tévedek, akkor ez bronzosító? Vagy eyeshadow? Ez eyeshadow. Mindeket a eyeshadow, jó van, nem baj, még jó, hogy ilyenem nekem is volt, csak azt is én nagyon ajándékoztam. Egyébként a Makeup Obsession nagyon szerettem, nem is azért adományoztam át, csak most már ugye sok volt, és ez is egy eyeshadow, ebben a metálosba belenyúlkálok már kicsit. Ezt megnézzük. Még van hely, nem? Ó, milyen jó színe van ennek is. Aztán van itt egy Pink Pandás szájfény, és egy Vibó körömlak. Aztán van itt egy Essence Primer, Mattifying és Pore Minimizing, úgyhogy ezt én mindenképpen ki fogom próbálni. Erre nagyon kíváncsi vagyok, meg is nézem az állagát. Valahol, mondjuk így itt. Ó, de érdekes, láttatok már szürke primert, mert én még sose. De eltűnt. Na hát erre nagyon kíváncsi vagyok. Itt az előbb olvastam is, hogy Natural Black Clay-jel, mondom, akkor ez hogy fog primernek megfelelni, de pedig de, látjátok, eltűnt. Na hát erre nagyon kíváncsi vagyok, ezt le fogjuk tesztelni mindenképpen. És még egy Vibó dolog van itt, méghozzá egy matte lipstick. Ó, Letta, hogy te milyen gondosan becsomagolsz, visszacsomagolsz mindent. Biztos gondolom ezt is megnézte. Nem hiszem, hogy nem is bontotta ki. De úgy vissza van csomagolva, hogy kb. Mintha az eredeti lenne. Jaj. Ó, de milyen szép, nem? Nagyon szép. Ó, nem már, ehhez viszont tényleg nem nyúlt. És látjátok ezt a száj formátot rajta? Hát nem is tudom, mint a valami Yves Saint Laurent lenne. Úristen. Hát figyeljetek már, én nem is tudtam, hogy a Vibónak van ilyenje. És ez is. Klak. 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 Befejeztem. Imádom. Russian Beauty. Ennek az árnyalatnak a neve. Line Art, ezt a márkát sosem próbáltam, ezt az LA Girl-t, az az igazság, úgyhogy nem tudom, hogy milyen lehet, viszont ez is ilyen teljesen originál csomagolásnak tűnik, ezt nem is bontom ki szerintem. Quick Drying, Smudge Proof, Water Resistant, Rich Color Payoff, úristen, pedig jónak ígérkezik így hirtelen. Vannak itt ceruzák, Wet n Wild, és jaj, ezt a Muat MUA, Makeup Academy-s márkát, ezt néztem már a Not In Known többször, és még sose vettem semmit tőlük. Ó, ez pedig egy szempillas spirál lesz, hogyha kibírom ezt is. Én nem tudom, ti hogy vagytok veled, én soha nem rak semmit kibontani normálisan. Uff, júj, az igen. Jaj, és ez se volt egyáltalán, nézzetek már. Ez hogy van? Double Lash Extend Length, Volume, Hossz, és hát volume, az hogy lehet magyarul lefordítani? Volumen.
És nézzétek, kettő dolog van benne. Azt a... Na, várjunk már, ez hogy? Még egyszer? Most ezt... Ja, ó, cseles. Hát ez nagyon vicces. Ez egy ilyen bűvésztrükk volt. De akkor nincs el szükség a másodikra. Jó, mondom, ez nem lehet, hogy két spirál van benne. Csak nagyon úgy hirtelen olyan, mint hogyha két dolgot kennél fel, mint egy ilyen két bázisú valami lenne. Jó, ez szőkenő voltam, semmi baj. I Love Revolution, Heartbreakers, Concealer, Korrektor és teljesen vatta új bontatlan, mivel ez az árnyalat biztos, hogy nem jó nekem, sötét, ezért ez biztos, hogy megy adományba. És föl se bontom, hogy ez így maradjon meg érintetlenül. Na hát aztán van itt még egy Lovely Highlighter. Lehet mondtam, hogy nem tudok kibontani semmit. Persze, mert ez nem nyitós, hanem csavaros. Úristen, nem baj, nézzük el nekem. Még egy highlighter ide. Ez nem annyira intenzív, de amúgy szépike. És egy Juvia's Eyeshadow. A Juvia's Place-t én nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Most nem is tudom, legyen-e szívem ezt is így kinyitni. Hát de csak lesz, nem? Nézzük meg. Ó. Ó. Ah. Jaj, ez gyönyörű, úristen. Na jó, ez marad az én kollekciómban szerintem. Azt hiszem, fú, a Juvia's Place Zulu palettával már készítettem nektek videót, két sminket is hoztam vele, imádom, mai napig az egyik kedvenc palettám, és majd azért szeretnék másik palettát is beszerezni. Na hát most értünk a végére, Letta. Nagyon-nagyon köszönöm, tényleg. Meg hát nyilván azok is, azok nevében is, akiknek majd ebből is juttatok el mindenképpen adományba. De ez az enyém lesz szerintem. Ez mindenképp. Jó, közben itt a következő doboz bontogatásához próbálom leszedni, de se a nám ceruza nem jön le, se az avonos, mi is volt ennek a neve, valami cuci-muci. Hát az is nagyon nehezen akart. A következő csomag Biancától származik, akit szintén YouTube-on keresztül ismertem meg, tőle is kaptam egy levelet. És ő is küldött nekem is kifejezetten egy kicsike csomagot a nagy csomagon belül. Ez itt látjátok az enyém. Hát ezzel kezdem, jó? Vagy ez legyen a vége? Nem, ez legyen az utolsó. Inkább ez az utolsó, és akkor nézzük meg, hogy mik vannak még itt. Na, hát ami egyből kiszúrja az ember szemét, ide nézzetek, milyen jó kis ecset készlet van itt. Tök jó fej ez a kis szitjőke. És egy szett. Egy ecset szett. Ezt mindenképpen adományba fogom adni, mert bár ennek a kettő nagyfejűnek például biztos tudnám hasznosítani én is, mert ezeket nagyon imádom, ezt a fajta szört. De inkább így, ahogy van, megtartom, vagy egybe tartom, és érintetlenül hagyom, mert ez nagyon-nagyon jól jöhet valakinek, nekem meg azért sok ecsetem van, tehát kellene szerintem emiatt megbontani, úgyhogy ezt így, ahogy van, küldjük valahova adományba. Ez egy nagyon hasznos ajándék lesz valaki számára. Utána van itt egy maszk, hát ezt sem fogom elhasználni egészen biztosan, mert tudjátok, ezt mondtam, hogy az ilyen maszkokra nekem érzékeny a bőröm sajnos. Aztán vannak itt körömlakkok, illetve ott más is van mellette, ahogy nézem, szerintem az az Essence ajak valami csoda, amit azt hiszem talán nekem is megvan, nézzük csak. Tehát két körömlak. Ez mystery bag-es volt szerintem, mert ezt több helyről is meg is kaptam, meg én is magam is használtam Halloweenkor. Igen, na ez nekem is megvan, nekem adventi naptárból van meg, nem tudom, hogy ez a kiadás, ez más, tehát így önmagában is elérhető volt-e, de ez a csomagolás, az adventi naptáros volt, az egészen biztos. Ez, hát mivel teljesen érintetlen, ezt még kis, ezt fogom szvarcsolni, valaki megkapja így gyönyörű, szép érintetlenül inkább. Ez pedig szintén egy bontatlan csomagolású kis szájfény, lip gloss, pink pandás. Hát aztán vannak itt még ilyen kis pamacsok, minek hívják, ezt sose tudom a nevét, úristen. Sponge, szivacs, make-up sponge, igen, szivacs, jó, az.
szempillagöndörítő. Hát ez az, amit soha, soha nem fogok kipróbálni. Hát ilyen, jaj, félek tőle nagyon. Na, ez viszont nagyon kis cuki. Dancing on the Milky Way. Hát nagyon, hát ez az egész koncepció. Pák, pák, pák. Oké, kijött. Láttatok már ilyet? Ilyen, nem is tudom, nem gumi, de ilyen zselé is, de nem zselé. Mi mindenkinek ezt az állagot? Végül is gumi állagú, glitteres make-up sponge. Hát ez hihetetlen, blender. Ezt egyébként kipróbálnám, mert nem tudom, hogy hogy működhet ez, hogy nem szivacs. Nem tudom, ti használtatok már ilyesmit? Hopp, ezt bocsássatok meg, ezt elszakítottam. Na mindegy. Hát ez nagyon cuki. Na, aztán itt van több minden ebben. Erre szoktam nagy apróságok, de hát értékében nem apróság az érez. Na nézzük. Lerakom már innen ezt a dobozt. Na, hát ez gyönyörű. Úristen, hát karácsony van, úristen. Hát ez sincs még fölbontva. Akkor ne is tegyem, de csak meg kéne nézni, nem? Hát én most, jaj, és jön ki a varázspor. Én most gonosz voltam, és felbontottam, én most nem tudom, hogy ezt megtartom, vagy odaajándékozom, vagy mi lesz, de hát ide nézzetek. Hát ezt nézzétek. Hát úristen. Atyaisten. Jaj, úristen, én megtető nélkül forgatgatom. Teljesen jellemző. Hát ez mi gyönyörűség már. Ah, a többit ide így kiöntöm óvatosan. Így. Na és akkor ez egy Alverde, gondolom pirosító, bronzosító, arcpirosító, igen. Az Alverdét is el kéne már kezdenünk tesztelgetni, mint hogy ugye az is ilyen természetes alapanyagokból van, és engem az érdekelne. Na, ennek nem túl intenzív a színe, ezt valószínűleg oda fogom ajándékozni valakinek biztosan. Jaj, ide nézzetek, mi van itt. Makeup Revolution Blush, le van zárva. Hopp, hopp, ezt is kinyitjuk. Jaj. Ah, ez aztán szín. Ez aztán szín. Kis barbis minkhez. Na, aztán mik vannak itt szép sorban. Catrice Prime and Fine Makeup Transformer Drops Lightening. Ó, magas pigment tartalmú cseppek, hogy világosítani tudjuk az alapozót. Ez egyébként egy tök jó ötlet. Én nem is láttam még drogériában ilyet. Én egyébként a Heon világosítóját, ó, nagyon jó és elég világos is. Van az Evanának is alapozó világosítója, de hát az nem elég világos önmagában sem. És a H4-t szoktam én használni, ami gyakorlatilag fehér, de ez is tök jó. De jó, én nem tudtam, hogy a Catrice-nek van ilyen, na most már ezt is tudjuk. Na, mik vannak itt még? Ez egy sí, ceruza, fehér. Ó, van itt Bourjois eyeliner. Uff. Jó, én imádom az ilyen fejű eyelinereket, mint tudjátok, nekem a filcestus mániám az Evanától egyébként, de ez is nagyon szimpatikus, most így hirtelen. Catrice Liquid Liner Matte. Nézzük. Na, még egy liner. Uha, ez aztán jó fekete. Azt a mindenit, nem is gondoltam, hogy Catrice-nek van. De, úristen, hát én nem is... Még sok mindent nem fedeztem fel a Catrice-ből. Maybelline, Maybelline Liquid Liner, ez is. Óha. Na, ez mennyivel kevésbé fekete, mint a Catrice, látjátok? Érdekes. Érdekes. Ezeket így egymás mellett látni. De akkor most már nézzük végig, itt van egy Revolution is. Ez, ó, azt a mindenit, ez a legfeketébb eddig. Ez nagyon durva. Ú, de szép mély színe van. Ez nagyon fekete. Aztán még egy... Ez, várjunk, ez más, mint az előző, vagy ugyanaz? Ja nem, ez ugyanaz. Akkor ezt itt hagyom. Igen, Dating Joe Black, mind a kettő. Dating Joe Black, milyen jó név már. Ez pedig, ez mi ez? Ez itt egy... Ez Halle Lipstick.
Oriflame. Úristen, csak annyira csillog, hogy nem bírt. Oh, nem bírtam elolvasni, nézzetek már, micsoda szín. Jézus! Azt a mindenit. Hát ez mi gyönyörű. Úristen, ez nagyon szép. Nagyon különleges, és ez egy ugyanaz, csak másik árnyalat. Jaj, pirosba is nem ár. Karácsonykor, úristen. Jój, ezeket nem ismerem. És hát nyilván hallottam az Oriflame-ről, de sőt, képzétek el, nekem az első sminktermékeim Oriflame-esek voltak. És még egy It's Easy Black Liner. Ó, ez is jó. Catrice-es. Na, hát liner az van itt egy pár, úgy látom. De milyen gyönyörű itt minden, nem? Ezek rúzsok, hát ez úristen. Aztán van itt egy-két paletta. Ez is egy Catrice. The Blazing Bronze Collection Eyeshadow paletta. Jaj, de szép! Húha! Kiszorcsoljuk ide egy párat. Ez azt hittem egyébként itt a pen alapján világosabb, de ott a még szép. Kiszvetcsolok ide egy-két színt. Egy highlighter, gondolom. Vagyis hát, aminek akarod leginkább. A szép kis paletta. Essence! Salut Paris! Ja, ezek a város témájúak mindig úgy tetszenek nekem, még sosem nyúltam bele ebbe se, úgyhogy nézzük. Ó, de szép az ott. Na, az egy kicsit nehezebben fog. Szép lenne pedig ez a szín, csak nem annyira meggyőző így a swatcha, de ez a kettő együtt milyen szép már, nem? Ebből is. Ó, az is. Ó, ezek jó színek egyébként. Nem is tudom, hogy kapható még ez a paletta. Én szerintem de nem is annyira rég láttam volna, de javítsatok ki, ha tévedek, majd megnézem, majd ideírom a videó alá. Na, és egy jó színes kis Revolution Reloaded paletta, Marvelous Matte. Na nézzük, hát erre is kíváncsi vagyok. Sárga. Hát ennek nem annyira erősek a színei. Nem olyan neonos. Ú, lenne ejtjük közben itt ezt a Salut Paris-t. Ilyennek jó színe van, mondjuk annak a kéknek. Na jó van, te már most így elfogyott a hely egy kicsit a kezemen, úgyhogy lehet, hogy tovább megyek. Mert hogy még mindig nincsen vége, képzeljétek el. A következő kupac alapozókból áll, és képzeljétek, itt is van Catrice HD Liquid Coverage Foundation más árnyalatokban, úgyhogy lehet, hogy ez a kísérletezésnek a következménye volt, hogy melyik árnyalat lesz az ideális, mert amúgy ezekről nagyon-nagyon sok jót hallottam, de most már én így sokan küldtetek ilyet, többen küldtetek, úgyhogy most már csak ki tudom választani magamnak az ideális árnyalatot majd az alapozók csatájához. És itt van a Maybelline, most nem emlékszem, hogy pontosan ez volt-e, de így nézett ki az is, amit én használtam középiskolás koromban. Nem tudom, hogy azóta mennyit változott, vagy egyáltalán ez pont ugyanaz, nem akarok hülyeséget mondani. Jó, Istenem! Hát ezt muszáj lesz letesztelnünk, és most már muszáj lesz egy Maybelline videót csinálnom, mert egyébként nekem nagyon közel áll a szívemhez a Maybelline, mert inkább így mondom, mert most ahol nem áll, de régen. Vagyis hát most emiatt szeretném kipróbálni. Megnézzük ezt az árnyalatot. Jaj, lehet, hogy nem nézzük meg, mert bontatlan. Ó. Na majd még kitalálom, mi legyen vele. Egyelőre nem bontom ki. Jaj, na és akkor a végére hagytam azt, amit konkrétan én kaptam. Elpakolok innen. Ebben van az, amit csak az enyém, senki másé. Jó, Istenem, hát nagyon köszönöm tényleg Biancának. Úristen, nézitek meg, tényleg karácsony van. Hát milyen gondosan becsomagolta. Hát szívem sincs megbontani ezt az egészet. Kihúzom ezt a víbót. Ajaj. Gonud. Jaj, ez a klakkogós lesz, ugye? Igen, úristen! És ez az érdekes, hogy én ezt valahogy nem fedeztem fel magamnak, de nézitek, ezen is ott van a száj. Hát, de hozzá sem merek nyúlni.
és klak, imádom, úristen, nagyon köszönöm, ez ilyen nagy becsben tartott rúzs lesz mindenképpen, de csak kénytelen leszek egyszer, csak úgy óvatosan, de még megvan a rúzs alak, jó van, ú, de szép, jaj, nagyon szép, és a textúrája is nagyon-nagyon-nagyon tetszik egyébként, klak, imádom, de milyen komoly tényleg, nagyon durva, teljesen, mint egy ilyen nagy luxus márkának a rúzsa. Na jó, hát csak kénytelen leszek ezt viszont innen leszedni. Muszáj lesz. Jaj, na hát a jó barátok is, én nem is tudom hányszor néztem meg az összeset régebben, még ugye amikor DVD-t írogattunk, meg vettünk, meg mit tudom én, nem volt még Netflix, nem streameltünk, meg nem töltögettünk Lenátról, akkor nekem meg volt az összes jó barátok, és végignéztem angolul is, magyarul is, mindenhogy is, és nagyon-nagyon-nagyon szerettem mindig is. Egyébként Ross és Rachel a kedvenc főszerepleim természetesen. És ez a Ross paletta a Friend kollekcióból. Revolution Friends kollekció. Jaj! Jaj! Hol a bejárat? Aj, de nézzetek! Hát ez teljesen érintetlen. Nyilván nekem melyikbe kell belenyúlni először a legfényesebbe. My sandwich! Hát igen, aki látta a sorozatot, jaj, de szépek! Az tudja, hogy miért érdekes a My Sandwich. Jaj, ne már! Hát ezek életem színei. Úristen, nagyon szépek. Dinosaur! Unagi! Jaj, Istenem! Vájtív! Igen. Hát köszönöm szépen, tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, és ezek a direkt nekem szóló ajándékok is egyébként nagyon betaláltak, tényleg köszönöm. Na hát ezek voltak az újabb szerzeményeim, illetve hát az adományba küldött csomagok. Írjátok meg kommentben, hogy mi a véleményetek, láttatok-e olyat a videóban, amiről mindenképpen szeretnétek, hogy készítsek videót esetleg, olyan terméket. Ha esetleg szeretnétek ti is küldeni bármit, akkor az info@turbocimea.hu e-mail címen vegyétek fel velem a kapcsolatot, és egyébként még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, aki bármit is küldött, és írjátok meg azt is kommentben, hogy hozzak még ilyen videót, érdekel titeket? Na, hát köszönöm, hogy velem voltatok, lájkoljátok a videót, kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra, és gyertek minél hamarabb, mert mostanában nagyon-nagyon sok érdekességet hozok nektek. Sziasztok!